Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetésével érkezett a kerékpáros csoport 3 évvel ezelőtt Nyírbogát felől a Kisléta végén található feszülethez. A pihenő, majd az ünnepélyes átadást követően pedig innen folytatták útjukat Máriapócsra a résztvevők. A 3 települést összekötő külterületi kerékpárút több mint 500 millió forintos Európai Uniós forrásból épült meg. Az eddigi tapasztalatokról tartottak projektzáró sajtótájékoztatót az érintett polgármesterek. Simonné Rizsák Ildikó, Nyírbogát első embere azt mondta, rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a beruházás megvalósítása óta. A biztonságos közlekedés mellett számomra nagyon nagy élmény, hogy az egészséges életmód felé tudtuk terelni a lakosságot. Mióta megépültek a kerékpárutaink, azt tapasztaljuk, hogy kora tavasztól késő őszig, amíg csak járható a kerékpárút, ott vannak a kerékpárosok, a gyalogosok, a gyerekek, akik gördeszkáznak, a kismamák, akik biztonsággal tolhatják a babakocsit, és ez számomra megnyugtató, mert a mozgás jelentőségét nem győzünk hangsúlyozni. Pénzes Sándor Kisléta polgármestere is úgy látja, jelentősen fellendült a kerékpározás és a sportolás iránti kedv. Hétről hétre nagy átmenő biciklis forgalmat tapasztalnak a településen. Ezért is szeretnének a közeljövőben belterületen is kerékpárutat építeni. Nagyon sokan használják futás, biciklizés szempontjából, fiatalok, idősek, minden korosztály számára nagyon fontos, és ez csak pozitív és élhető a település részére, ilyen visszajelzéseket kaptam. Ami még nagyon fontos lenne nálunk, egy belterületi bicikliútnak a megvalósítása, amit szeretnénk majd a későbbiekben megpályázni, ha lesz rá természetesen lehetőség. Ahogy mondtam az előbb, gyakorlatilag a belterületi útjaink is új aszfaltot kaptak, és az mellé szeretnénk az új bicikliútat még a belterületen megvalósítani a településen. Évről évre többen érkeznek kerékpárral a zarándokok a Máriapócsi kegyhelyhez is. Tehetik ma már ezt szinte minden irányból kerékpárúton az emberek, még idén pedig a Kálósemjén és Máriapócs közötti szakaszon is megépül a hiányzó szakasz. Pap Bertalan, a város polgármestere úgy látja, nagyon fontos a biztonság feltételeinek megteremtése, turisztikai szempontból pedig pihenőhelyek kialakítása is szükségszerű volna. Nyírbogát fele ugye kinyílt a lehetőség Debrecen Nyírbától fele kerékpárral menni, épül a Kálósemjén-Máriapócs kerékpárút. Máriapócsnak ez nagyon fontos. Tehát ahogy látjuk, hogy a vasúti közlekedés ezen a szakaszon nagyon hanyatlik. Én el tudok képzelni egy pihenő állomásokat a régi vasúti épületből, vagy annak a helyén, mert nagyon szükség van rá. Máriapócsra nagyon több százan járnak kerékpárra, és nekünk minden ilyen fejlesztés nagy öröm. Az elmúlt évtizedben több mint 70 kilométeres hosszúságban épültek kerékpárutak a nyírségben, emelte ki Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, kiemelt terület volt a 471-es úton megépült szakasz. Annak forgalma miatt ugyanis több halálos kimenetelű baleset is történt korábban. Ezt egészítettük ki turisztikai kerékpárúttal, jelesül Nyírbogát, Kisléta, Máriapócs, ami illeszkedik a Nagykálló, Kállósemény, Máriapócs kerékpárúthoz. Ilyen formán létrejött egy hálózat, amit nyírségi kerékpárút hálózatnak nevezünk. Tehát ez mintegy 70 kilométer hosszú. A költségvetése ennek a programnak az elmúlt 10 évben mint egy 5-6 milliárd forintot tett ki. Ez tehát Európai Uniós támogatásból és kormánytámogatásból valósult meg. Simon Miklós hozzátette, a nyírségben országos viszonylatban is jelentős kerékpárúthálózatot sikerült az elmúlt 10 évben megalkotni. Ezt szeretnék kiegészíteni a jövőben Szatmár irányába, valamint megépíteni a Nagykáló és Nyíregyháza közötti szakaszt. Ezekről már megkezdték az egyeztetéseket.